koronavírus járvány alapvetően nagyon sok művészt megihletett, illetve maga a karantén helyzet egy olyan speciális új szituáció volt mindenki számára, ami miatt azt gondoltuk, hogy érdemes megszólítani kortárs képzőművészeket. Kulcs szavakat adtunk meg, ilyen volt például az otthon, járvány, karantén, magány, és vártuk a pályamunkákat. Ez a munka az életteremet ábrázolja, és én úgy közelítettem meg az egész karantént, hogy a bezártság a magány oldaláról, és a monotonitás volt talán a legfontosabb számomra. Ezért is ábrázoltam végül is ismétlődő mintákkal az életteremet. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a bezártság valahol egyfajta mélységet ad az embernek. El tud kezdeni az ember az apró dolgokra figyelni, és az, ami korábban távolról unalmasnak és repetitívnak tűnt, az valójában nagyon érdekes. A munkám központi témája a nosztalgia, ugyanis én a karantén teljes ideje alatt egyedül voltam otthon, és home office-ban dolgoztam végig. Viszont nagyon nyomasztó volt számomra az, hogy ugye így ezt az időt így gyakorlatilag egyedül kellett eltöltenem, úgyhogy a szabadidőmet főleg a régi munkáimnak az újra feldolgozásával töltöttem. Elővettem azokat a régi képeket, amiket még a középiskola, illetve az egyetemi időszak alatt készítettem. Régen azt a trükköt csináltam, hogy ugye az ablakon befotóztam őket, és utána negatívát fordítottam, hogy egyáltalán lássam, hogy mik szerepelnek a negatívokon, és ugyanezt a módszert gondoltam úgymond felhasználni, vagyis újraértelmezni. Ez egy nemzetközi művészeti projekt. Azzal az alkotóval kezdődött, aki ezt a munkát csinálta. Ő Sofia del Pedregal, aki Chilében él, és teljesen random így az Instagram algoritmusán keresztül jöttünk össze, elkezdtük nézni egymás munkáit, elkezdődött egy párbeszéd, és a Sofia ötlete volt az, hogy terjesszük ki a projektet, mert hogy az ne csak nekünk legyen jó, hogy ilyen kreatívan akkor munkákat cserélgetünk, hanem vonjunk be másokat is. Úgy alakult végig, hogy ezek párbeszédek voltak művészek között, ezek a munkák. És én úgy tekintem, mint ezt a kiállítást, hogy ez tulajdonképpen bizonyos szempontból most megint egy munka, amit 11-en hoztunk létre. A karantén ékszer, vagyis a karantén jewelry a karantén idején született meg, és úgy született meg, hogy az otthonomban talált, a közvetlen környezetemben található tárgyak kombinálásával készítettem testre illeszthető ékszereket, vagy testre illeszthető tárgyakat. Például ez, amit úgy hívok, hogy a Girls Monthly Bread, ami lényegében egy életmentő nyaklánc. Talán a nők számára ismerhető ez a tabletta. Ennek az is a lényege, hogy miért ne lehetne egy tabletta ugyanolyan értékű, mint akár egy drága kő. Főleg a színekkel kísérleteztem, illetve a különböző formákkal, és próbáltam olyan meglepő megoldásokat mutatni, hogy elgondolkozzunk, hogy mit is jelent valójában az, hogy érték.